9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 mellkas kompresszió, majd két levegő befújás. Elméletben egyszerű, de csak gyakorlással rögzülhet a helyes technika. Ennek elsajátítására találták ki az ambu babát. Néhány hónapja egy ilyenen mutatta be a Vöröskereszt munkatársa az újraélesztés módját. Mivel ezek az ismeretek hamar megkopnak, időnként nem árt felfrissíteni tudásunkat. Ez szolgálja a humanitárius szervezet hősképzése. Az a mentők szakmai támogatásával megvalósuló program pedig az életmentő tudás megtanítására fókuszál, amely nem sokára indul el az általános iskolák 7. év folyamán. Az elmúlt időszakban a lakosság bevonásával nagyon komoly sikereket értünk el. 2,5 év alatt megduplázódott Magyarországon a sikeres újraélesztések száma, és ebben nagyon sok teendőnk van még. Az egyik legfontosabb lépés, hogy hangsúlyosabbá tegyük az iskolások számára, a gyermekek számára az életmentési ismeretek oktatását. Ezért örülünk nagyon annak az 50 millió forintos forrásnak, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosított. A részletek kialakítása, a pontos struktúra felállítása folyamatban van. Idehaza a mentőszolgálat évente 8000 esetben találkozik közterületi újraélesztéssel. Percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy a bajba jutott túlélje a rosszul létet. Ezért is fontos, hogy minél többen rendelkezzenek ezzel a tudással. Az új iskolai program során azt is szeretnék elérni, hogy minden iskolában legyen olyan felnőtt, aki ért az újraélesztéshez. Még hatékonyabbá válik ez a tevékenység akkor, hogyha a pedagógusokat is be tudjuk vonni, tehát az ő képzésük, oktatásuk is fontos eleme lehet a programnak. A 7. osztályos tanulók már nem csak értelmi, hanem fizikai szempontból is abszolút képesek arra, hogy egy újraélesztésnél mondjuk a mellkas nyomásokat hatékonyan végezzék, úgyhogy mi nagyon optimisták vagyunk, még tovább fog nőni a sikeraránya a jövőben az újraélesztések kapcsán. Az életmentés segíti a 2 éve működő Safe City nevű mobil applikáció is. Heteken belül pedig egy újabb életmentő névre keresztelt alkalmazás is szolgálja ezt a célt.